Minden szentek napján, az üdvözült lelkek emléknapján Spányi Antal megyés püspök a Mennyországról beszélt szentbeszédében, a helyről, amelyet Isten készített számunkra. Mint mondja, jó nézni a szenteket, akik olyan emberek, akik végig harcolták útjukat, megállták Krisztus parancsát, szerettek akkor is, amikor nehéz volt, amikor a szeretetért életüket követelték. Jó nézni a szenteket, akik bölcsek és okosak voltak, akik az égi kincseket többre tudták becsülni e világ ígéreténél, minden gazdagságánál. Jó nézni a szenteket, a tisztákat, akik a ránk váró boldogság ígéretét valóságosabbnak tartották, mint a mulandó földi élet minden gyönyörét. Spányi Antal hozzátette, a szenteket a Minden Szentek litániájában próbáljuk felsorolni, de többen vannak, mint amennyit ismerünk. Tudjuk, hogy imádkoznak és közben járnak értünk. Mindenki a maga adománya szerint a hit fényében járva tanít. Még nem tudjuk, de egyszer majd meglátjuk, amikor célba érünk, hogy hogyan segítettek bennünket a földi életben. Minden Szentek ünnepe különös ünnep. Erőt ad, vigasztal. Tanít és cselekvésre hív. A titok Krisztus örök szeretete. Örök szeretete, mely megelőzte a mi létünket, örök szeretete, mely elkísér bennünket földi utunkon, zarándoklatunkban. A megyéspüspök hozzátette, amikor megünnepeljük Minden Szentek ünnepét, kérjük Isten kegyelmét a megértésre, a megszentelődésre, hogy életünkkel a világ jobbátételén dolgozzunk, Isten kegyelmét közvetítsük, az országát építsük a földi életben.